Egy szabolcs Bereg megyei vállalkozás Szlovákiában vásárolt nagy mennyiségű gabonát és repceolajat. Mivel az áru uniós beszerzését fiktív számlákkal belföldi vásárlásnak álcázták, jogtalanul vonták le a valójában meg nem fizetett általános forgalmi adót. A valódi szlovák eladó és a vállalkozástól vásárló belföldi vevők közé több fantom ékeltek. Ezek a társaságok azonban csupán számlakiállítóként működtek, az áru nem került a birtokukba. Nem nyújtottak be adóbevallást, ügyvezetőik nyomtalanul eltűntek. Mindez nem jelentett akadályt a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyi nyomozóinak és adóellenőreinek, akik egyszerre 22 helyszínen tartottak házkutatást és ellenőrzést. Megtalálták a bűncselekményt bizonyító okiratokat, amelyeket az elkövetők vagyontárgyaival együtt lefoglaltak. Az akció átlagosnál is nagyobb kockázatát igazolja, hogy a szervezet vezetőinél fegyvert és lőszert is találtak, és 8 gram kábítószergyanús anyag is előkerült a házkotatáskor. A pénzügyi nyomozók március 7-én három embert őrizetbe vettek, akiket a törvényszék előzetes letartóztatásba helyezett. Ha a gyanú beigazolódik, akkor különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerű költségvetési csalás miatt tíz évig tartó szabadságvesztés is kiszabhat a bíróság.